Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. Számos beruházás van folyamatban Kurdon. Májusban megkezdték a polgármesteri hivatal felújítását. A Magyar Falu programban járdaépítésre nyert az önkormányzat 5 millió forintot, az óvodai kültéri játékok felújítását szintén 5 millió forintból oldhatják meg. Kiépülőben van egy térfigyelő kamerarendszer, és az emberek összefogásából játszótér is épül. Kurdon már végéhez közeledik a polgármesteri hivatal felújítása. Az energetikai fejlesztésre az önkormányzat pályázati forrást talált, valamint saját költségvetéséből felújította a tetőt, az épület körüli járdát, valamint mozgáskorlátozott feljárót építetett. Nagyon fontos szempont volt a tervezésnél, hogy az épület 110 évvel ezelőtti megépülésekor elkészült homlokzati díszeket, valamint a vakolat színét megtartsák. Maga a pályázat, ami egy topos pályázat volt, és topos energetikai pályázat időre elkészült, május végén befejezték a munkálatokat. Szerencsére a kivitelező a pandémia miatt nem késlekedett, tehát folyamatosak voltak a munkák. Elég sokrétű volt a dolog, mert az épület külső szigetelése, valamint a födém szigetelése történt meg ebben a munkában. Az épület külsejét az 15 cm-es szigeteléssel, a födémet pedig 30-al takarták be, ami nyilván tehát nagyon nagy megtakarítást eredményezhet, ezt nagyon várjuk. Egy kisebb átalakítás történt a fűtésrendszeren, ami szintén energetikai javulást mutathat majd. További pályázatai közül is több sikeresen szerepelt, megvalósításuk folyamatban van. Egyik már 2 éve elnyert pályázatunk a LEADER faluszépítés programban, a falu központjában tervezünk egy kisebb, főképpen térkövezést és növényesítést. A másik pedig a Magyar Falu programban nyertünk 5 millió forintot járdaépítésre, ami a Petőfi, a Zadi és a Táncsics teret érinti. Ez megközelítően olyan 580 méter hosszú járda. Ennek az előkészületei már megtörténtek, megvásároltuk az anyagot egyébként mindkét pályázathoz, és nagyon lázasan keressük a vállalkozót, aki elkészítené, de úgy tűnik, hogy most jelenleg ebben a nyári időszakban minden vállalkozó tehát teljesen betelt a munkákkal. A közbiztonság növelése érdekében az önkormányzat térfigyelő kamerarendszer kiépítésén dolgozik. Évek óta problémát jelentett, hogy nyilván nagyon serény KMB-s rendőreink vannak, de tehát ők azért a nap 24 órájában és a 7 napján nem lehetnek mindig jelen. Ezért gondoltuk és már terveztük évek óta, hogy megvalósítjuk ezt a kamerarendszert, ami az idei évben megvalósulhatott. Segítette ezt ennek a megvalósítását az, hogy nyertünk egy uniós pályázaton ingyenes Wi-Fi, vagy ez a Wi-Fi for EU pályázat, és ez, tehát ebben a pályázati rendszerben ki tudtunk építeni 12 ingyenes Wi-Fi elérhetőségi helyet a településen, és ennek a rendszernek a segítségével kamerákat is telepítettünk. Jelenleg 9, de véglegesen 12 kamera fog működni. Jelenleg még az EON-nal az egyeztetések folynak arról, mert a visszalevő 3 kamerát azt közterületen álló villanyoszlopra fogjuk felszerelni. Az óvodások is részesülnek a jóból, ugyanis az udvaron lévő játékok is biztonságosabbá válnak. A faluban pedig az összefogás erejével új játszótér épül. Az óvodánkra is nyertünk 5 millió forintot. Ott az udvaron van egy régi épület, egy babaháznak nevezzük, ezt szeretnénk felújítani, legfőképpen azért, mert sajnos a mai napig ennek a tetején pala tető van, amit szeretnénk most már nem a gyerekek közelében tudni. Ennek a pályázatnak még egy kiegészítő része, hogy a hintateret be tudjuk vonni gumiburkolattal,
előzőleg homokos volt, és hát elég sok problémát okozott ez a gyerekek a kis zokniukban, meg a cipőjükben nagyon sok homokot behordtak az épületbe, ezt próbáljuk ezzel a gumiburkolattal megelőzni. Jelenleg a legbüszkébb az összefogásra vagyok, ugyanis közös erővel az Iskoláért Gyermekekért Alapítvány és az önkormányzat anyagi összefogásával és a település Apraja nagyjának támogatásával egy játszóteret építünk. Most már elmúlt héten, a harmadik hete, minden pénteken a játszótéren gyülekezünk, és ott építjük a játszóteret természetesen szigorúan megadott tervek és engedélyezett tervek alapján. Azt gondolom, hogy az összefogás és az emberek egymás segítése a legfontosabb. A Dombóvári Help Kutyás Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a gyepmesteri terepre került állatokat megmentse az altatástól és befogadó családot keressen számukra. Az önkéntesekből álló csapatnak minden nap helyt kell állnia, legyen kánikula vagy fagyos tél. A kutyusok számítanak rájuk minden nap. Az otthonod ott van, ahol a kutyád. Kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Számos szólás idézet köthető az ember hűséges barátjához. Míg sokan családtagként szeretik és babusgatják kedvenceiket, nagyon sok kutya tengeti életét kóborállatként. A Help Kutyás Egyesület Dombováron az ősorsukat vette kézbe. Fontos elmondani, hogy a dombovári gyepmesteri telep nem menhely, hanem a dombovári gyepmester által befogott, veszélyes és kóbor, illetve hatóságok által lefoglalt állatvédelmi okok miatt bekerült kutyák vannak itt bent. Célunk őket gazdásítani. Sokszor nem ismerjük a múltjukat, betegen, lelkisérülten kerülnek hozzánk. Ivartalanítás, illetve testi-lelki rehabilitáció után a kutyáknak megpróbálunk gazdit találni. Sokunk az önkéntes, a gyepmesteri önkéntes munka mellett ideiglenes befogadóként is funkcionálunk. Az azt jelenti, hogy a beteg, a nagyon kicsi, a nagyon öreg kutyákat hazavisszük saját otthonunkba, saját családunk és kutyáink mellett őket szépen helyrehozzuk, meggyógyítjuk, vagy esetleg szocializáljuk, és utána keresünk nekik így ezáltal gazdit. A Help Kutyás Egyesület tehát a helyi gyepmesteri telep munkáját segíti, az onnan kikerülő kutyák gondozását végzi. 8 évvel ezelőtt egy civil kezdeményezésre jött létre tulajdonképpen egy pár embernek az összefogásából, hogy kezdjünk valamit azzal a helyzettel, ami itt a dombovári gyepmesteri telepet akkor jelentette. Ez annak idején egy 10 kennelből álló tulajdonképpen egy kicsi telepet jelentett, tehát az biztos, hogy akik akkor ide bekerültek kutyák, azok utána 2 hét múlva elaltatásra kerültek. Mi ezzel tisztában voltunk, és ezen próbáltunk úgy segíteni, hogy egy egyesületet létrehozni, és megpróbálni az örökbeadást elősegíteni, hogy ez ne történjen meg. Önkénteseket is folyamatosan várunk, tulajdonképpen ez egy önkéntes munka, tehát a gyepmesteri telepként megmaradtunk, illetve gyakorlatilag az egyik része, mint menhely működik már. A gyepmesteri telepről kikerült kutyák a mi kenneljeinkbe kerülnek, és onnantól kezdve lesznek gazdikeresők. A gazdává válásnak szigorú feltételei vannak. Rendszerint az örökbeadott kutyusok utóéletét is nyomon követik az egyesületi tagok. Ennek tulajdonképpen csak ugyanolyan feltételei vannak, mint általában minden menhelyen vagy gyepmesteri telepen. Van egy feltételrendszerünk, ami igazából csak az állatorvosi költségeknek a fedezését jelenti, tehát ezt meg kell fizetni mindig az örökbefogadónak, illetve szoktunk egy környezettanulmányt végezni, hogy mégis hova kerül a kutyus, milyen célból szeretnék a kutyát. Leginkább azt szeretnénk, hogy családba kerüljenek a kutyák, tehát nem egy telep őrzésére teszem azt, vagy egy udvarnak a hátsó részébe kikötve, hanem hogy családba kerüljön, és az ivartalanítás, ami még úgy gondolom, hogy fontos, mi majdnem minden kutyánál ezt a műveletet elvégeztetjük az állatorvossal, de ha nem, akkor viszont feltételhez kötjük, hogy azért 1 éven belül lehetőleg a gazdi
ezt tegye meg. Egy olyan szerződés van tulajdonképpen, ahol csak a személyes adatok, a kutyának a személyes adatai, és hogy ezt a feltételrendszer tulajdonképpen elfogadja az örökbeadó, az örökbefogadó gazdi, és mi meg azért ezt, ha van rá idő és van rá elég önkéntes, akkor időnként van, hogy le is ellenőrizzük. Általában a gazdik szokták is jelezni, hogy megtörtént az ivartalanítás, és küldik a képet, illetve jelzik, hogy ezt megtették, úgyhogy együtt tudunk működni, általában ezzel nem szokott probléma lenni. A kutyusok támogatói is kapnak több helyről szponzorációt, de mindig elkér a segítség, hol kétkezi munkát tekintve, hol adományok formájában. Rendelkezünk számlaszámmal, adószámmal, sőt honlapunk is van, illetve Facebookos elérhetőségünk is van. Ott általában az adó 1%-át is gyűjtjük, és akkor mindig felhívjuk a figyelmét az embereknek, hogy ilyen módon is tudnak minket támogatni. Hát én azt gondolom, hogy mindannyiunkat ez a nagyon nagy állatszeretet, és ez az empátia, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az Egyesület minden tagja ebből a részből egyforma. Tehát mindannyian azért vagyunk itt, és azért dolgozunk őértük, hogy hát, ha egy kicsit a sorsuk jobb lesz. Ugye náluk nem lehet tudni, hogy honnan kerültek be, miért kerültek be. Nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy gazdis volt-e, mennyit kóborolt életébe. Nagyon rossz állapotba kerülnek be sokszor, lelkileg is sérülten és fizikailag is sérülten. Úgyhogy megpróbáljuk azért ezt így aránylag rövid idő alatt felhozni olyan szintre, hogy családba kerülhetőek legyenek aztán a későbbiek során. Minden gazdi kötelessége lenne mikrocsippel ellátni kutyusát. Annak hiánya nagyon megnehezíti a bármely okból elkóborolt ebb beazonosítását. Nagyon fontos kihangsúlyozni a chipnek a fontosságát, hiszen a legtöbb kutya, ami lekerül ide hozzánk, nem rendelkezik chippel. Idős nénié, bácsié nem rendelkeznek internettel, nem látják a megosztásokat, nem is tudják, hogy ide került a kutyusuk, és soha nem is derül ki, hogy ki a gazdi, úgyhogy innentől automatikusan gazdikeresővé válnak az ilyen kutyák. A házi kedvencekkel nap mint nap foglalkozó önkéntesek zöme munka után, délutánonként tölti szabadidejét a kennelek környékén. Ilyenkor kerül sor a kutyusok etetésére, kitakarítására, sétáltatására. A jelenleg még kis számú Jumper Dombóvári Kötélugró Sportegyesület már nagyon sok sikert tudhat magáénak. A csapat legkisebb tagja még óvodás, legidősebb már elmúlt 50. A minden porcikát megmozgató sport azért népszerű, mert a kötelezően bemutatandó elemeken kívül a sportoló kreativitására is szükség van. Besenyei Tímea edző egész életét behálózza a kötélugrás. A gyermekkori hobbi már a hivatássá nőtte ki magát. Gyerekkoromban az unokatestvérem vitt el az első kötélugró edzésre, és innen jött a szerelem a ugró kötél iránt. Azóta kisebb-nagyobb megszakítással üzöm ezt a sportot. Sokáig versenyszerűen űztem, sajnos kimaradt egy kisebb időszak, amikor csak fellépésekre jártam, de utána ugye sikerült itt a környező településekről összecsábítani a gyerekeket edzésre, és akkor újból beálltam én is versenyezni. A korábban csak csapatként működő társaság egy évvel ezelőtt egyesületté vált. Jelenleg 18 tagja van az egyesületnek, ebből 8 csak hobbi szinten üzi a sportot, és 10 darab versenyzőnk van. A legkisebb tagunk nagycsoportos, a legidősebb tagunk viszont 50 pluszos. Még kevesen vagyunk, mert ahhoz, hogy ugye csapatversenyekre is el tudjunk jutni, még több korosztályban még több versenyzőre lenne szükségünk. Próbáljuk megmutatni magunkat a helyi szervezésű programokon, illetve a környező településeken is. Próbálunk iskolákba eljutni, hogy ha más nem, akkor tömegsport jelleggel, de próbálják meg, és hát ha valakinek megtetszik. Az önkormányzat támogatását is élvezzük. A szeptemberben szokták megrendezni a sporták választót, azon is minden évben ott vagyunk. Már nagyon rég elkezdtük ezt a sportot, így nagyon sok eredményünk van. A megyei diákolimpiától kezdve ugye a nemzetközi versenyekig voltunk már jelen, és értünk el nagyon szép eredményeket. A megyei diákolimpiáról nem jövünk úgy haza, hogy mindenkinek ne lógna legalább egy érem a nyakába, és így ugye az országos diákolimpiára is sikerül kvalifikálnunk magunkat.
az országos versenyeken is aranyérmeket szoktunk elhozni, illetve a nemzetközi versenyeken már több versenyzőnk is megmérettette magát, és a legutóbbi müncheni Brécel Cup elnevezésű kötélugró versenyről több mint 20 érmet hoztunk haza. Kötélugrás Amerikából indult el a 90-es éveket megelőzően, és így Magyarországra a 90-es években került be, akkor nagyon kedvelt sportággá vált, és egyre évek során egyre több és több településen ragadt meg. Magyarországon talán már nincs is olyan megye, ahol ne ugrálnának. Úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok a gyerekekkel kapcsolatosan, mert nagyon elszántak és harcosok. Nagyon könnyű őket motiválni egy-egy régi bemutató videó lejátszásával, vagy egy verseny megnézésével, illetve hogy rajtam kívül még van egy 21 éves versenyzőnk, aki ugye nagyon ügyes, ő is ugye nemzetközi szinten is elég jó eredményeket ért el. Ugye mutatjuk az elemeket, hogy hova lehet fejlődni, ugye az elért eredmények alapján ugye a gyerekek is felspanolják magukat, és akkor jönnek és csinálják. A kötélugrás bemutatók és versenyek során az erőlétet is bizonyítani kell. Ezen kívül vannak szabad gyakorlatok, ahol a versenyző bemutathatja kreativitását is. Egy évben 4 verseny van Magyarországon, amit a szövetség rendez. Mindegyik más verseny, mert ugye nagyon sok versenyszám van. Van olyan versenyszám, ami az erőlétre koncentrál, azt ugye gyorsasági versenyszámokból tevődik össze. Olyankor ugye azt nézik meg, hogy egy fél perc alatt, egy perc alatt, 3 perc alatt milyen gyorsan tudja hajtani a gyerek a kötelet, és hogy minél többet érjen el. Ugye jobb lábat számoljuk, váltott lábbal kell ugrálni, és ugye az eredmény számít, ahányszor hogy a kötél átmegy a jobb láb alatt. Ugye itt, aki a leggyorsabb, az éri el az aranyérmet. Van egy másik része is a versenynek, itt a koreográfia számít, ugye a gyereknek, a versenyzőnek a kreativitása élvez ugye előnyt, itt aztán el tudják engedni a képzeletüket, és bár igazából, amit kigondol a gyerek, bármit meg lehet csinálni. Ahol a koreográfia számít, azt úgy hívjuk, hogy szabadon választott gyakorlat. Ez teljesen kötetlen, azonban vannak olyan elemek, amiket több ponttal tudnak megajándékozni a bírók, úgyhogy azokat részesítik előnyben a gyerekek. Sajnos a járványhelyzet miatt nagyon sok rendezvényt lemondtak, így mi sem tudtunk elmenni több korábban ugye lebeszélt fellépésre, így nem tudtuk magunkat megmutatni környező településeken, de reménykedünk abban, hogy a közeljövőben már nem lesz ilyen probléma, és akkor decemberben megrendezésre kerül majd a 4. karácsonyi kupánk. Azt mi szervezzük itt Dombóváron a Szuha Sportcentrumban, ami nem csak a versenyzők számára, nem csak országos szinten van meghirdetve, hanem külföldről is várunk versenyzőket, illetve teljesen amatőr, kezdő embereknek is nyitva áll a kapunk. Direkt azért olyan versenyszámokat állítottunk össze, hogy hát ha az érdeklődők bejönnek, meg tetszik nekik, és akkor még maradhatnak is. Ha a családban már van egy profi ugrókötelező, az nagyon jó példa a kisebb tesó számára is. Így van ez Rebekáiknál is. Sok versenyen voltam, a legnagyobb az az országos kötélugró, hát bajnokság, meg Münchenbe a Brécel Cup verseny. Megyeikre minden évben járunk. Miért jön ide? Miért jönnek ide a kicsilányok? Mert ez egy nagyon jó sport. Hát bemutatókra is járunk, és hát fellépésekre, meg versenyeket is nyerünk már jó pár éve. A kötélugrás elsősorban csajos sportként ismert. Viszont a dombovári jumperek sorai közt felbukkan pár fiú, illetve férfi versenyző is.
A kulturális események számára nehéz év volt az idei, ugyanis a korábban tervezett programokat el kellett halasztani. A Dombóvári Művelődési Ház augusztus 19-ére tervezi az újranyitást megújuló beltéri helyiségekkel és színvonalas tartalommal. A 2020-as év kulturális szempontból nehéz volt a város és a közművelődésben dolgozók számára, valamint a közönség is várja már a színes programokat. Szabóné Rambala Gabriella, a művelődési ház vezetője elmondta, a tavaszi-nyári elmaradt programokat igyekeztek az év végére átszervezni. A tavasszal és már a télen lefoglalt programjainkat, azokat próbáltuk áthelyezni a következő időszakra. Először a nyár elejére, aztán sajnos a vészhelyzet miatt még későbbre kellett ezt halasztanunk, és az őszi időszakra. Mivel a város 50 éves, ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültünk ezzel, mert mint minden születésnapra, erre a születésnapra is nagy lelkesedéssel készültünk már az év elején, sőt már az előző évi év végén is, a téli időszakban, hiszen a Városhete rendezvény sorozattal, ami április 1-től valósult volna meg, egy nagyszabású rendezvény sorozatot kellett sajnos elhalasztanunk. Ha minden igaz, akkor ezt most augusztus végén, illetve szeptember első hetében ezt a sorozatot meg tudjuk tartani. Készülnek a hagyományos elszármazottak találkozójára is, valamint fotókiállítást is terveznek a város hetére. Remélhetőleg az őszre szervezett programjaink, így a színházi előadások, az előadóestek, ezek mind-mind megvalósíthatók lesznek most az őszi időszakban, tehát semmit nem mondtunk le. Többek között a város két nagy koncertjét sem, az egyik az Apostol Együttes koncertje lett volna, amely szintén az 50 évhez kapcsolódik, mert ugye 50 éves az Apostol Együttes is, és ennek kapcsán hívtuk volna meg őket is, de nem fog elmaradni, ez egy jó hír, ugyanúgy a Republik koncert sem fog elmaradni, hanem egy későbbi időpontban fogjuk megtartani mindezeket, mint ahogy már említettem a színházi előadásainkat, előadó estjeinket is. Két teljesen teltházas színházi előadásunk lesz, stand-up előadás lesz szeptember 16-án. Szeptember 19-én már szintén eladott teltházas előadás lesz a Hippolyta Lakhely című vígjátékkal. Ezen kívül pedig a lélekfrissítő sorozatunkat is ugyanígy folytatjuk tovább. Előadókat hívtunk meg, Pécsi Ritát, aki az Instagramos fiatalok, a tínédzser korú fiataloknak a problémáival és a szülők-gyermekek kapcsolatával fog foglalkozni, és arról tart egy előadást. Meghívtuk Berecki Enikőt szintén, és természetesen tavasszal szerettük volna Hesznát meghívni, aki a életbátorságról fog előadást tartani. Sikerült őt is október-november környékére meghívnunk, úgyhogy nem fognak elmaradni, hál' Istennek, az előadásaink. Az óvodások és kisiskolások számára tavasszal megkezdett bérletes gyermekszínház és filharmónia előadások egy része elmaradt, amelyeket szintén szeretnének pótolni még ebben az évben. Koncertjeinket ugyanígy szeretnénk, sajnos az Ismerős Arcok koncertet is el kellett halasztanunk a tavaszról, de október 17-én azt is meg fogjuk tudni tartani. Hál' Istennek a gyermekbérletünket is sikerült megújítanunk, úgyhogy ugyanúgy 4 előadás lesz. És ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott koncertet tudunk elhozni. A Zene Világnapja alkalmából Malek Andrea 90 perces élő nagy koncertje lesz hallható itt a Művelődési Házban. Sajnos egyelőre nem lehet még zenés-táncos beltéri rendezvényt tartani, és a higiéniai előírásokat is be kell tartani. Jó hír viszont, hogy augusztus 19-én újra megnyitja kapuit a Művelődési Ház. Remélhetőleg nem csak tartalommal fogunk megújulni az őszre, amikor is kinyitjuk a házat, hanem belső és külső felújítás is történik, de elsősorban inkább a beltéri helyiségeinkben történt felújítás, amit nagy örömmel vettünk. Festés, tisztasági és design festés is történt. Ezen kívül az önkormányzat jóvoltából
pályázat útján sikerült új bútorokat is vásárolnunk, úgyhogy remélhetőleg az előtér, az aula teljes egészében megújul, és nagyon szép dizájnnal fogjuk várni a kedves közönséget. Nevezetesen augusztus 19-én, amikor szeretnénk a házat egy nagy rendezvénnyel megnyitni. A nyitó rendezvényen a helyi gasztronómiával foglalkozó vállalkozók is bemutatkoznak, és megkóstolható lesz a város kenyere is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!